Sziasztok, szerda van, ami csak egyet jelentett, hogy kísérletezni fogunk. Oké, biztos jelenthet mást is, de a mi szempontunkból ez az, ami igazán fontos. Viszont az a helyzet, hogy elfogytak azok a felvételek, amiket még az ELTE-n készítettünk egy bő másfél hónappal ezelőtt, és mivel Janka meg Ernák az ország különböző pontjain vannak, nagyon nehéz lenne megoldani, hogy közösen csináljunk valamit, de már elkezdtünk levelezni arról, hogy hogyan lehetne online kidolgozni ezt a rendszert, mert tök jó volt egyébként dolgozni velük, úgyhogy nem szeretnénk feladni ezt az együttműködést. Tehát arra gondoltam, hogy előveszek én valamilyen témát, mert hogy mégiscsak szerda van és kísérletezni kell, és arra gondoltam, hogy tök jó lenne újra felmelegíteni mondjuk a felületi feszültség kérdését, mert van ott néhány kísérlet, amit szerintem nagyon sokan letudnak egyetlen rövid magyarázattal, és ez nem biztos, hogy teljes egészében fedi a valóságot. Most arra gondolok, amikor borsot kell szórni a víznek a felszínére, vagy gyufaszálakat rárakni, aztán belecseppentünk mosogatószerrel, és a borsok, vagy a gyufaszálak azok szanaszét rohannak hirtelen. Általában itt az szokott lenni a magyarázat, hogy mert a mosogatószer lecsökkenti a felületi feszültségét, és ezért történik ez a mozgás. Viszont szerintem ez egy erős túlegyszerűsítése magának a jelenségnek, úgyhogy ebbe akartam magam egy kicsit alaposabban beleásni, mert hogy ahogy a híres mondás is tartja, mindent egyszerűsíts annyira, amennyire lehet, de annál jobban semmiképp. Vas Albert. Mondjuk nem tudom, miért németül írták, biztos menőbbnek hangzik, hogy Albert Eisen. Ja, Albert Einstein. Majd megnézem, ki az. Szóval elkezdtem bújni az internetet, meg egy csomó könyvet előástam, amiben csak kísérletek előfordulnak, és szóba jöhet akár a felületi feszültség kérdése is. Meg akartam nézni, hogy a különböző szerzők hogyan közelítenek hozzá, és ekkor a kezembe akadt ez a könyv, ami egész biztos, hogy nincsen meg nektek, mert hogy ez egy ilyen kis kiadvány volt, fogalmam sincs igazság szerint, hogy mikor kerülhetett hozzám. És hogy elkezdtem lapozgatni, hogy van-e benne valami a felületi feszültségről, akkor megláttam ezt. És engem nagyon-nagyon könnyen ki lehet zökkenteni a gondolatmenetemből, úgyhogy a felületi feszültséget úgy, ahogy volt, félreraktam, és elkezdtem utána olvasni ennek a jelenségnek, mert hogy ez vagy 6000 éve foglalkoztat, amikor észreveszem valahol ezeket a gyűrődési mintázatokat. Nem azt mondom, hogy mindenütt ebbe lehet beleütközni, de néha megfogja a figyelmemet az, hogyha például a sütőpapírt rosszul próbálom kihúzni, akkor megjelennek rajta ezek a minták, vagy ugyanezt meg lehet csinálni például alufóliával, vagy akár ilyen hengeres csomagolásoknak a letépésekor is, ott vannak ezek a rombusszerű minták. És biztos, hogy kell, hogy legyen mögötte valamilyen törvényszerűség, úgyhogy nagyon-nagyon megörültem, amikor egy könyvben erre rábukkantam. Annyira sose foglalkoztatott, vagy annyira sosem maradt meg bennem egy-egy ilyen gyűrűdés láttam, hogy azonnal utána nézzek, viszont ez az, ami folyamatosan érik bennem, és amikor meglátom egy könyvben, akkor, vagy bárhol, akkor hirtelen rácuppanok. Idézem akkor Márki-Zay Jánost, aki ezt az egészet írta. Az alkotó irányban nyomott henger kis helyi hullámokban horpad. Alapvetően kétfajta horpadási alak jöhet létre, tengelyszimmetrikus gyűrű alakú hullámok, vagy hálós elrendezésű ki- és behorpadások. Ideális esetben, itt részletezi, hogy mik ezek, a henger úgynevezett Yoshimura alakzatba megy át, amely a henger nyúlásmentes leképezése. Ezek szerint van is egy neve a jelenségnek, hogy Yoshimura alakzat, úgyhogy ezt érdemes tudni. De mivel a papír nem teljesen homogén, a környezet nem éppen ideális, nem elhanyagolható a papírnak a vastagsága, és még egy csomó tényező szerepet játszik, ezért nem mindig ilyen szabályos rombuszok fognak kialakulni, és erre is van megoldás. Azt írja, hogy a hengerpalást adott módon való átalakítását szerkesztéssel készítem elő. Ez azt jelenti, hogy a majdani hengerfelületet adó papírívre előre megtervezett módon egy rombuszhálót szerkesztek, ahol az egyes rombuszokat elválasztó élek mentén a papírt késpengével finoman meg is karcolom, majd a karcolással meggyengített élek mentén a papírt előre meghajtogatom. Hát egész biztos, hogy nem fogok itt nekiállni késsel karcolgatni a papírlapot, úgyhogy elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt egyszerűbben megcsinálni. Oké, nyilván nem gondolkodtam, hanem azonnal megragadtam a Google-t, beírtam, és ki is dobott egy videót, hogy hogyan lehet ilyen alakzatokat simán hajtogatni.
Fogj egy A4-es lapot és oszd 8 részre a videón látott módon. Egy bankkártyával vagy hasonló tárgyal le is húzhatod az éleket, hogy igazán jól működjön. Aztán 45 fokos szögben is hajtogass be a papírt szabályos közönként. Ezt úgy csináltam, hogy minden második osztás közhöz felhajtottam a lap sarkát, és hozzáigazítottam a másik oldali sarkot is. Így menet közben úgy nézett ki, mint egy elcseszett papírrepülőkezdés. Aztán ugyanezt a legutóbbi hajtásokra merőlegesen is végigjátszottam a papír felső oldala felől. Amikor kész voltam, hengert formáltam belőle, és újjal beigazgattam a hajtásokat. És voilà, itt az eredmény. Ennek persze mindenféle egyéb változata, módosulata is lehet, ha az interneten rákerestek, akkor biztos, hogy találtok rengeteg félét. Kíváncsi vagyok, hogy ti mire tudtok jutni ebből, úgyhogy ha megcsináltátok, akkor töltsétek fel Instagramra, és tegeljétek be a szertát rajta, hogy hadd lássam majd. A legjobbakat meg fogom osztani szerintem. No, mára ennyi volt, ha tetszett a videó, lájkoljátok, ha várjátok a következőt, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornára. Jövő héten szerintem visszatérünk a felületi feszültség kérdéséhez. Sziasztok!